A református ótemplomban rendszeresen szerveznek hitmélyítő estéket. Ezúttal Böjdben Nagy Marian, Kozár Mislenyi református lelkész hirdetett igét az alkalmakon három estén át. Minden ige hirdetésemnek az üzenete az, hogy az egy csoda, hogyha ismerjük az érintésnek a titkát. Tehát amikor elcsendesedünk, amikor elmélyedünk, amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor ez egy kulcs szó, hogy ismerjük az érintés titkát. Tegnap este egy vérfolyásos asszonyról beszéltem, akinek az életében akkor állt be változás, amikor megérintette Jézust. Sokan érintették őt meg, mert tolongott körülötte a sokaság, szokás szerint, de ennek az asszonynak állt be csak az életében változás, mert ő tudta, hogy hogyan kell közeledni Jézushoz. És azt gondolom, hogy a böjti időszak is erről szól. Erről kell, hogy szóljon. Ha ismerjük az érintésnek a titkát, akkor sikerül nekünk áldott böjti időszakot töltenünk az Isten jelenlétében. Mindannyian az Isten országában élünk, és az Isten országa közel van hozzánk akkor, ha ismerjük az érintés titkát. És itt az érintés titkán azt kell értenünk, hogy azt, hogy hogyan fordulunk oda jól. Igen, hogy hogyan közeledünk, igen, hogy milyen szívvel és milyen lélekkel közeledünk. Ennek az asszonynak volt hite, és ez egy csoda, hogyha az embernek van hite. Olyan sokszor mondja azt Jézus, hogy menj el, mert a te hited megtartott téged, tehát a hitünk tart meg bennünket. A lelkész hangsúlyozta, ha válságban a hitünk, akkor Istenhez kell fordulni, imádkozva. Azt gondolom, hogy van olyan időszak egy ember életében, egy gyülekezet életében, az egyház életében is, amikor válságban van a hitünk. A mai esti történet ez pont erről szól, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek és gyógyítsatok, és nem sikerül. Mert egy néma lélekből, egy kisfiúból a néma lelket nem sikerül kiűzni, nem sikerül a gyógyítás. Egy óriási kudarcot élnek meg a tanítványok, de Jézus is, mert ő is azt hiszi, hogy majd sikerül a tanítványoknak. De van olyan időszak, amikor válságba kerül a hitünk. És azt mondja Jézus, hogy van olyan, amikor csak az imádság segít. Azt gondolom, hogy van ilyen időszak, amikor csak az imádsággal tudunk segíteni, vagy pedig van, amikor az Isten azt mondja, hogy ti maradjatok vesztek, én harcolok, értetek, az Úr harcol, értetek, ti maradjatok vesztek. Józsué könyvében olvassuk ezt az igét.